Halosztok! Csinálok egy másik videót gyorsan, mert többen kérdeztétek, hogy miért ilyen lassú a gyógyulás, és hogy hogyan lehet ezt felgyorsítani. Adok egy-két ötletet, mert tudod, én, hogy szemináriumokat tanítottam, ezt én már láttam több ezerszer, hogy tényleg az ember azt hiszi, hogy a gyógyulás lassú, csak mi be vagyunk egy olyan szinten, egy elmegy szinten programozva arra, hogy ne vegyük észre ami változást, hogy emiatt vagyunk megrekedve. És ez egy másik, ez a videó abban fog segíteni, hogy tudatosan tud magad úgy vezetni és úgy gondolkodni, hogy meglásd a jó változást. Minden ugyanez egy gyógyulási folyamat előtt. Ez legyen az én metódikám, ez legyen más energetika munka, legyen ez a diétáról szólt fizikai síkon, mindig van egy olyan nagyon fontos kérdés, amit fel kell tenni, honnan fogod tudni, hogy megváltoztál? Honnan fogod tudni azt, hogy elértél egy bizonyos eredményt? Na most ez annyira, annyira triviális, és annyira egyszerűen hangzik, hogy föl se tesszük a kérdést, és emiatt teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Honnan fogod tudni te azt, mikor elkezdtél valamit, hogy megkaptad az eredményt? És tényleg elgondolkozol rajta, emiatt vagyunk ennyire megrekedve, és ezért van ez a hálátlanság az emberekbe. Már rég meg szemünk előtt van az eredmény, de még mindig a mi búbánatunkban vagyunk, és tudod, nézzük magunk elé, ahelyett, hogy fölemelnénk a fejünket, és mondjuk, hogy itt vagyok, itt van, köszi. Tudod? Ez egy nagyon fontos valami. Ezt úgy hívják, hogy hát angolul tudom csak, de akik NLP-t tanultak, az biztos, hogy tudják, hogy evidence procedure, azt jelenti, hogy a bizonyíték procedúra. Honnan fogod tudni azt, hogy te elértél valamit? És tényleg ezen el kell egy kicsit agyalni. Tehát például, amikor elkezdesz tudod fogyni, az is, hogy akkor diétát váltasz, akkor elkezdesz edzeni, nem fogsz lefogyni egyik napról a másikra. Akár 3 hónapig is tudod, eltarthat az érzet, hogy izé vagy, tudod, kis erősebb, vagy jobban érzed, jobb a közérzeted, ráállsz a mérlegre, és azt mondja, hát nem működik. Nem a csodát nem működik, csak nem minden így működik. Valami így működik, és utána puf, egyszer csak megjön. Ezért kell folyamatosan dolgozni magadon, és szem előtt tartani azt, amit te kitűztél magadnak. És korrigál ez az út, ez megint nem ez a sima egyenes vonal. Van egy metaforám, és nem tudom, hogy ez a legjobb-e, de képzeld el, hogy vezetsz egy buszt. Pici buszt, tehát ilyen kis mikrobuszt, és akkor hátul van mondjuk 6 utas. És ez egy automata sebváltós valami, tehát nem nagyon finoman vált, és senki nem érzi, mikor vált. Jó, csak egy... Az ablaka a busznak, ablakai azok sötétek, nem látnak ki. Az utasaid nem látják előre, vagy nem látnak ki a szélvédőn sem, tehát ők csak azt érzik, hogy mi van. És mondjuk egy gyönyörű, sima úton mész, és elkezdesz nagyon finoman gyorsítani. Olyan finoman, hogy senki nem érzi, hogy te mozgásban vagy. Most ezt tudom, hogy gyakorlatilag ott az út egyenetlenség, stb. Csak képzeld el, hogy egy tükrön megy ez a busz. Nagyon finoman gyorsul, akár 5 percig is eltart, amíg felgyorsul. És akkor elkezdenek hátul a busz utasai, akik nem látnak ki, nincsenek arra kalibrálva, hogy ezeket a finom érzéseket tudod magukba tudják tudatosítani, vagy kalibrálni, azt mondják, hogy mikor indulunk már? És akkor te, mint a vezető, azt mondja, mi az, hogy mikor indulunk már? Száguldok. De nem. Mert nem, arra vagyunk, úgy vagyunk tervezve, hogy csak a változást veszük észre. A deltát, ahogy mondják a mérnöki nyelven. A változásra vagyunk kalibrálva, és ha a változás nem elég nagy, akkor azt az ego kitörli, figyelmen kívül hagyja. És emiatt vagyunk ennyire, tudod, hogy említettem, megrekedve, mert ez hálátlansághoz vezet. Ezért kell magunkon dolgozni, egyre finomabb, és akkor kifinomultsággal tudjuk az életet nézni. Tudod? És akkor te ott vagy a vezet, már mész 120-szal, és akkor, hát mikor megyünk már ott, mi tudod, mikor indulunk már? És akkor fölmegy a sötétítés, látod, száguld, mennek a izék, a bokrok, meg a kocsik, szóval, hát mi történt? Ezt nem is tudtam. Persze, mert teljesen úgy vagyunk programozva, hogy ne vegyük észre a jót. Ezért van ez a gyakorlat, hogy tényleg napi szinten le kell ülni, és azt mondani, hogy oké, ma mi volt jó? Mert ez nem abban fog segíteni, hogy a rossz elmúlik, hanem abban, hogy tudod kalibrálni, hogy valamilyen úton haladsz. Tudod? És ez ki van törölve. Mindenki bámulva izébe a gödörbe, tudod? És csak azt látjuk, ami volt.
Viszont, ahogy mondtam, már lehet, hogy már régen haladsz és 120-an mész. Nagyon sok megközelítési módot kell együttesen alkalmazni ahhoz, hogy az ember gyógyuljon. És ez a legérdekesebb, amit láttam, hogy ahogy említettem, hogy az emberek nem veszik észre, hogy már haladásban vannak, mert honnan tudnánk, mivel itt még nem járt. Tehát én értem, csak azért mondom nektek, hogy ezt tényleg tudatosan tudjátok alkalmazni, akkor eleve egy magasabb vibrációra fogtok jutni, mert akkor már megjön ez úgynevezett hála, hálás érzés, hogy hú, hát akkor tényleg haladok. Lehet, hogy fáj, ne az érzelmekből kalibrálj. Az érzelmek azért jók, mert akkor azt mondta, hogy fú, ez az ember engem most. Hú, tudod, akkor azt használd fel, hogy mi volt benne ebben az emberben egy tükör. A tükörben mindig ott van akkor a hiedelemrendszer, az árnyékoldalrendszer, akkor stb. Ez a struktúra, de az, hogy te most éppen nem vagy a világ tetején, az nem jelenti azt, hogy valamit rosszul csinálsz. Mint ahogy mondtam, a konditeremben is, tudod, akár hetekig be lehetsz durranva. Sőt, még akkor is, hogyha tök fit vagy, akkor is elmész egy keményet tudod kirándulni, vagy egy jót hegymászni, utána is beleszel durranba. Az nem rossz, az egy jó jel. Csak ha tudod ezt, akkor utána nem fogsz, tudod, rossz gondolatokat, negatív érzéseket titulálni bizonyos aktivitáshoz, vagy bizonyosan a részének az út, a részének azon az úton, amihez te jár, az, ahol jársz. Ezt meg szeretem oldani, mert szerintem ez eszméletlen sokat fog segíteni, főleg most, hogy jön ez az új föld. És rengeteg ember, ugye, aki most ébred fel erre, hogy nem az, hogy mi volt, az engem nem érdekel, az az első fátyol a kilencből. Én, tudod, én magasabb fokról látom meg, már nézem a dolgokat, jó? Hanem ez arról szól, hogy tudd, hogy te egy fantasztikus, erős emberi lény vagy, és ez az erő, ez csak el van tompítva az ilyen régi, ősi, mentális programok által. És akkor ezért kell az elmét kitakarítani, ezek az ősi mentális programok az elme. Jó? Remélem ez segített, és csinálom a következőt. Szép napot, sziasztok!